Az igazság keresésbe bele lehet ragadni. Durva szembesülni azzal, hogy annak idején, amikor szerkesztettem a szabad gondolatot, és én igazságkereső voltam, ugye, mert úgy gondoltam, hogy az igazságot valaki más elrejtette előlem. Egy kívülálló személy elrejtette előlem, tehetős emberek, befolyásos emberek elrejtették az igazságot előlem. Amikor nem tudtam, hogy igazából az igazságot az én bűneim rejtik el előle, azt az igazságot, amiben élet van és örök élet, az én bűneim, az én tévegéseim, a bennem lévő életellenesség rejti el előlem. Amikor ezt nem tudtam, akkor ugye én is úgy mondja az angol, hogy truther, tehát hogy igazságkereső. És ugye hát az történik, hogy Isten megadja azt a kegyelmet, hogy aki valóban kíváncsi az igazságra, az meg is találja azt, viszont aki megtalálja az igazságot Isten kegyelméből, az már nem truther, tehát nem igazságkereső, hanem gyermekké válik, aki képes megvallani Isten kegyelme által a bűneit, belátni. Tehát látást és belátást nyerni, hogy igazából mi történt az ő szívében, az ő magvában, az ő központjában, milyen hibák, milyen problémák történtek. És nyilván így, ugye ez egy picit olyan farizeusi gondolkodás, ez az igazság, amit én most mondok. De mégis azt kell mondjam, hogy hála van a szívemben. Noha tudom, hogy nem jutottam el a tökéletességre, a teljességre, de hála van a szívemben, hogy azt láthatom, hogy nem azért, hogy mások beleragadtak az igazságkeresésbe, hanem azért, hogy szembesülhetek azzal, hogy én is lehetnék az, aki még mindig az összeesküvés elméleteket bújja, és még mindig az operencián túl keresi a hibásokat és a bűnösöket, és még mindig le akar leplezni valamit kívül, de magában az ő bűnös szívében semmit sem akar leleplezni, sőt, fel sem merül az a kérdés benne, hogy van bűn, életelenesség, amit mi betettünk a központba, a mi szívünkbe. Persze kívül lettünk megfertőzve, de még meddig takarózunk azzal, hogy más a hibás, hogy minket megfertőztek. Itt akkor mindenki ártatlan, kivéve Istent és Jézust, ugye. Ők ketten bűnösök, mert én ártatlan vagyok, itt Kinga is ártatlan, Kornélia Levente, mindenki ártatlan. De hát akkor csak kell legyen bűnös, mert úgy néz ki, hogy van probléma a világban. Hát akkor ki lenne az más, hogyha nem Isten, és ugye az ő szava, Jézus Krisztus. És egyszerűen nem tudom elhinni, hogy tehát ugye teljesen egyértelmű, ebből is következik, hogy nem az én érdemem, hogy valamit láthatok, vagy hogy belátást nyertem a bensőmbe, a szívembe, a saját bűneimbe, a saját gonoszságaimba, hogy ez nem az én érdemem, ez már nem az én érdemem. Az én érdeme az volt, hogy én úgy beszéltem az igazságról, mint valami olyan dolog, ami a külső gonosz emberek által van eltakarva, és nem az én belső gonosz emberem által. Nem is tudom, mit mondjak, valahogy úgy tényleg úgy jön, hogy a lelkemben úgy fohászkodjak az olyan személyekért, akik beragadtak az igazság keresésben, és a külső gonoszok megkeresésébe, megleleplezésébe, meg a nagy megmondásokba, hogy kik rejtették el az igazságot, meg a milliárdosok, meg az illumináti, meg a szabadkőművesek. Teljes szívemből kívánom, hogy minél többen meglássák, hogy a probléma forrása sokkal közelebb van hozzánk, mint gondoltuk, és igen, valamilyen mértékben örököltük is a probléma forrását. Ahogy mondja János az első fejezetben, hogy aki testtől született, test az. Tehát már eleve ugye úgy örököltem a problémát, hogy test által lettem megszülve erre a világra, és nem lélek által, mint ahogy ugye Jézus volt, Isten lelke által. És aki találkozik evel az információval, az kaphatja meg azt a lehetőséget, hogy hát hogyha ez így van, ez igaz, hogy testtel születtünk, és nem tudtuk elkerülni nagyon azt, hogy bűnt kövessünk el, akkor jó volna, hogyha lenne az a lehetőség, hogy lélek által is szülessünk, ugye ez a második születés, Isten szerint a lélek által is születés, vagy Jézus szerint az újjászületés.
amikor a lélek megkapja a látást a mindenható Istentől, és nem csak a kifelé látást, mint az igazság kereső, hanem a befelé látást, a belátást, és amikor megvan a belátás, akkor tud őszinte Istenhez fordulás történni, és megbocsátás és feloldozás, gyermekké válás, hogy az igazság keresőből gyermek legyen Istennek a gyermeke, aki rendelkezik az Istennek a hatalmával, az ő erejével, az ő jóságával, és aki által megnyilvánulhat az ő hatalma, az ő szabadítása mások életében is. Amúgy én nem értek annyira hozzá, így csak úgy hallásból tudom, hogy létezik ez az úgynevezett woke mozgalom, tehát felébredettek mozgalma, és ugye abban minden belefér. És úgy gondolom, hogy azért nagy mértékben még azt is elmondhatjuk, hogy az igazság keresés mozgalomból, a truther mozgalomból nőtte ki magát az a woke mozgalom, hogy én magamat kinevezem felébredt embernek, hogy én szerintem én felébredtem, mert tudom, hogy már kik uralják a világot, mennyi milliárd dollárral, meg különböző bankárok, meg ilyenek. És ez így, hogy hallom, elég veszélyes mozgalom, mert ez úgy igazából, tehát az igazságkeresésből növi ki, tehát hangsúlyozom magát nagy mértékben, és ez úgy mondanám, hogy a hárítás magas fokon, és minél inkább hárít az ember, annál kisebb az esély arra, hogy ő meglássa, hogyha mindenki azt tenni, amit ő tesz, akkor itt mindenki gyilkolna. Itt egyfolytában háború volna és öldöklés volna törvények nélkül. Mert minden háborúság, minden öldöklés az abból indul, hogy hárítunk. Tehát, hogyha én azáltal vagyok ébredt állapotban, hogy látom, hogy kik okozzák a problémát, tehát, hogy milyen bankárok, meg milyen pénzes emberek, meg milyen politikusok okozzák a problémát, azáltal én még mindig ugye kifelé hárítok. Tehát, és aki hárít, az alkalmas arra, hogy háborúba is menjen, és gyilkoljon az ő igazáért, az ő igazságáért. És pedig mennyivel egyszerűbb volna megérteni a Káin és Ábel történetét, ami ugye erről szól, hogy amikor Isten azt adta Káinnak és Ábelnek, hogy áldozzák fel a bárányt, ugye akkor ők már feltetőleg, nem tudom pontosan hány évesek lehettek, talán írja a Biblia, talán nem tudom, de a lényeg az, hogy a testi ember már viszonylag elég korán elkezdi a háborút. Én is emlékszem egész fiatalon, gyermekként, tehát megbántottuk egymást a testvéreimmel, verekedtünk is. Tehát belementünk az öldöklésbe, annak az enyhébb verziója, amikor egymást gúnyoltuk, meg egymást bántalmaztuk így fizikailag is, sőt, hogyha Isten megengedte volna, akár az is megtörténhet volna, hogy egy baleset következtében, egy súlyosabb ütés következtében valamelyikünk elveszíti az életét. Tehát akkor gyilkoltunk volna, ugye? És akkor azt mondja Isten, hogy Káinnak és Ábelnek, hogy áldozzák fel a bárányt. És ez azért mondta Isten, persze ez nincsen szó szerint leírva, de Isten kijelenti lélek által, hogy azért adta a bárány áldozatot, hogy Káin és Ábel tapasztalják meg saját kezüleg, hogy milyen egy élő, ártatlan lelket elpusztítani, vagy egy élő lényt elpusztítani, ugye, amelyben vér van, az életnek a vére van, és az életnek a lehellete van. Hogy érezzék, hogy rájuk folyik, ugye a kezükre folyik az ártatlan báránynak a vére. Hogy értsék meg, hogy valahányszor nekik békétlenségük van. Ha az embernek békétlensége van, az azért van, mert nincs lelki békéje. De miért nincsen lelki békéje? Azért, mert nem a lélek dolgait cselekszi. Aki nem a lélek dolgait cselekszi, annak nincsen lelki, nem lehet lelki békéje. És azáltal, hogy megölték volna a bárányt, ők szembesültek volna azzal, hogy a bennük lévő békétlenség miatt, hogyha az embertársukat bántják, akkor ugye akkor az történik, hogy gyilkolnak. Tehát, hogyha én valakire hárítok, valakit megvádolok, akkor én már gyilkolok, mert minden háború, minden gyilkosság azzal kezdődik. Először kinevezek valakit én bűnösnek. Én békétlen vagyok, szerintem Kinga a bűnös. Ő a hibás,
hogy én tegyük fel a feleségem, Kinga, akkor azt mondom, hogy ez az asszony a hibás. Nekem nincsen békességem, az asszony a hibás, elkezdem ottan őt gunyolni, bántani lelkileg, ha fizikailag nem is, lelkileg addig bántom, amíg megbetegszik, és végignézem az ő szenvedését, az ő betegségét, az ő halálát. És ezért adta mindenható Isten, hogy megöljék a bárányt, hogy ők lássák, hogy valahányszor ők kifelé tekintenek, és azt hiszik, hogy kint van a hibás, ők annyiszor gyilkolnak. És Ábel volt az, ugye, aki belement. Tehát Isten nekem megadta, hogy ezt megérezzem, mert én is nekem igaz, hogy gyermekkoromban ugye az történt, hogy egyszer egy kecskét megöltem, de gyermekként. És az a kecske érdekes módon szerint volt, hogy a barátom volt, Pityunak hívtam, és mivel azt mondtam nagybátyám, hogy azért jött, hogy levágja a kecskét, azt mondtam, hogy ha már meg kell halnia, akkor én fogom megölni. Most már tudom, hogy Isten engedte meg, hogy ez így történjen, ő akart, hogy így történjen, hogy én már akkor szembesüljek azzal, hogy milyen, amikor az ártatlan, aki még tegnap a barátom volt, szenved az én bűnöm miatt. Hát ő nekem a játszótársam volt, a barátom volt, szerettem nagyon, és oda mentem, és elvágtam a nyakát. És egyáltalán nem ellenkezett a kecske. Egyáltalán semmit nem csinált, folyt a vére, és nézett, és azt kérdezte, hogy hát miért tetted ezt? Azt hittem, hogy barátok vagyunk. Én azt a nézést soha nem tudom elfelejteni. Igaz, hogy nem bárány volt, és nem egy ilyen előre megfontolt szándék volt, nem egy vallásos szertartás volt, de mégis Isten szembe jutotta, hogy annak mi a súlya, mi volt a súlya annak. Meg a kecskének miért kellett elfolynia, meg az ártatlan barátságos kis kecskének miért kellett elfolynia az ő vérének, ugye. És így tudtam megérteni az Ábel és Káin és Ábel történetét. Én átéreztem azt, hogy Ábel milyen hatalmas gyötrelemmel ölte meg a bárányt, a gyönyörű szép kis fehér ártatlan bárányt. Talán neki is a kedvenc báránya volt az, a kedvenc báránya volt az, mert Isten azt mondta, hogy a legszebbet kell elpusztítsd. Az ártatlan, hogy legyen nyilvánvaló, hogy te valahányszor kijössz a lélekből, és hárítasz a békétlenség miatt, akkor te ártasz, az ártatlannak kell szenvednie miattad. És Ábel ezt végig szenvedte, ő ezt végig kellett szenvedje, hogy ő megöli az ártatlant, de Káin azt mondja, hogy ja, én nem vagyok olyan, mint Ábel, én nem vagyok gyilkos. És ahogy írja itt a Levente, Káin pedig az elátkozott föld gyümölcsét vitte áldozatul, amiért semmit sem tett, hogy legyen. Tehát igen, ő ilyen gabonát, meg nem tudom én mit áldozott fel, azt égette el Istennek. És ugye Isten nem fogadta el a Káin áldozatát, mert látta, hogy Káin nem akarja megérteni. Nem akarja megérteni azt, amit most elmondtam, hogy valahányszor az embernek békétlensége van, és azt nem Istennel rendezi le, akkor ő ártani fog másik embernek, egy embertársának. Ő ezt nem akarta belátni, és ekkor történt az ugye, hogy Isten nem fogadta el az ő áldozatát, az Ábel áldozatát elfogadta, Ábel megbékélt Istennel, és Káin viszont irítségből megölte az ártatlant, mivel hogy Ábel úgymond ártatlanná volt nyilvánítva Isten által olyan értelemben, hogy ő szembesült a bűn súlyával, és őt bántotta, ő bánta azt, hogy ő bűnt követett el, hogy ő bűnös, hogy ő civakodott egy fel Káinnal, pofozták egymást, vagy versenyeztek egymással, vagy bármit csináltak. Ő ezt megértette, és megbékélt lélekkel tudott távozni erről a földről. Míg Káin ugye magán kellett hordozza a bűn súlyát, és miután megölte Ábelt, ugye megkapta az átkot, el lett ő átkozva, azt mondta, hogy átkozott leszel, felvette a bélyeget, és Káin félt, hogy mi lesz, hogy mivel őt Isten megbélyegezte, őt fogja üldözni mindenki. Azt mondta Isten, ne félj, Káin, nem akarlak megölni. Te gyilkoltál, de én nem akarlak téged megölni. Azt akarom, hogy élj. Sőt, hogyha valaki ellened támad, vagy a te magvad ellen, a te utódod ellen támad, az hétszerte inkább el lesz átkozva, hétszerte inkább, ugye? Tehát így Isten adott Káinnak is lehetőséget arra, hogy megtérjen, belátásra jusson és éljen. És ugye erről többször beszéltünk, hogy a világ vezetői, a világ urai, azok nem szó szerint,
de akár szó szerint is lehetne az, hogy a Káin vérvonalából származnak, és nem a Sét vérvonalából, ugye, akit Ábel helyett adott a mindenható Isten. Tehát úgymond abban a szellemiségben vannak, és ezért hívtuk fel többször a figyelmet, hogy akik őket átkozzák, mert ők amúgy is átok alatt vannak, mert a Káin szellemiségében vannak. Aki a Káin szellemiségében van, a földhöz ragadtság szellemiségében, a meggazdagodás szellemiségében, az már eleve átok alatt van. Kivétel nélkül mindenki átok alatt van, aki ebben a szellemiségben van. Tehát én nem kell elátkozzam az átkozottat, mert ő már eleve átok alatt van. Ugye, akik ebben a szellemiségben, Soros meg a társai, akiket átkoz a magyar nemzet, ők már amúgy is átok alatt vannak, mert ő a Káin bélyege van rajta, és Jézus szavai szerint, bármilyen furcsán hangzik, nekem imádkoznom kéne még érte is, hogy ő megmeneküljön valamiképp, nemhogy átkozzam. Aki átkozza az átkozottat, és lázzat az átkozott ellen, az hétszeres átkot vesz magára. Mert Isten nem azt akarja, hogy mi átkozzuk az átkozottat, a világ vezetőit, a gazembereket, akár ugye a pénzügyi, tehát a pénzvilág embereit, meg vezetőit. Nem azt akarja, hogy átkozzuk, hanem imádkozzunk értük, mert hatalmas súly van rajtuk, hatalmas teher van az ő lelkükön, amely lehúzza őket a pokolba. És akkor mi ugye, mint igazságkeresők, folyton arról beszélünk, hogy Bill Gates mit csinál rosszul, Soros György mit csinál rosszul, én nem védem őket. Mert éppen most mondtam, hogy átok alatt vannak. Nem azt mondom, hogy nem bűnösök. Viszont Jézus azt mondja, hogy imádkozz az ellenségeidért, mert az ellenségednek a jellemvonása ott van benned is. Lásd meg, hogy benned is éppen úgy megvan az a kéjelg és az a vágy a meggazdagodásra, hogy jól élj itt a földön, hogy uralkodjál mások fölött, mint a többieken, mint rajtuk. Vedd észre magad bennük az ő szákáiban. Vedd észre a gerendát, és kérj bocsánatot, hogy te meneküljél meg, és fohászkodj értük, mert ők azt a képet azért mutatják neked, hogy ne legyél olyan, mint ők, hogy te legyél megmenekülve, ne kívánd az ő sorsrészüket, ne kívánd az ő életüket, ne kívánd az ő pénzüket, ne kívánd az ő hatalmukat, mert azáltal elesel a valódi hatalomtól. Ezért adta a mindenható Isten, hogy a Káin vonala az számunkra, hogy elretentő példa legyen, és ne átkozzuk őket, mert aki átkozza az átkozottat, hétszerte inkább átok alá kerül, mert az önember nem akar szembesülni, hogy az átkozottnak a jellemvonásai, a bűnei ott vannak az ő szívében is valamilyen mértékben, és aki nem akar ezzel szembesülni, a bűntől nem szabadul meg, akkor sem, hogyha naponta csinál 10 összeesküvés elméletes videót, meg arról, hogy kik rontották meg a világot. Tehát ugye mennyivel könnyebb volna meglátni, megérteni a Káin és Ábel történetét, és azáltal szabadulást nyerni, azáltal kimondani, hogy hát sajnos én vagyok a Káin, ott van a Káin benne, ott van bennem a lázadó, mert Káin is lázadt a teremtő ellen, az ő terve ellen, az ő szava, az ő utasítása ellen, bennem is ott van a lázadó, és hogyha Káin átok alatt van, akkor én is átok alatt vagyok, mert ugyanúgy lázadok a teremtő ellen, mint Káin, és bosszút forralok ugye a Káin ellen. Ó Istenem, annyira vágyom, hogy valaki ezt megértse, minél többen megértsék ezt, hogy mi a Káin és Ábel történetének az üzenete, és hogyan lehetne megszabadulni azáltal. Az Ábel és a Káin békétlenségéről, úgymond a Káin által háborgatott Ábel, háborgatott, hát inkább provokált, arról úgy írja, hogy Ádám kapott egy új magot Isten kegyelméből. És ugye ennek az új magnak a gyümölcse lett Ábel, ami mit jelent, hogy ő már nem volt annyira kedvenc, nem volt annyira olyan, amilyennek szerették volna Éva és Ádám. És hát ezért is lehetett provokálva. Ugye így, ahogy képekben láthatunk, tehát Ábel lehetett az, aki megtestesítette a mai értelemben paraszt, az együgyű, egyszerű, aki teszi a dolgát, ugye ő is kapta azt a foglalkozást, hogy
foglalkozzon. Tehát ő kapta azt a részt, úgyhogy ő el volt a természetbe. Nyilván, hogy hatalmas érvágás volt számára, amikor a legjobb barátját, ugye a bárányt le kellett, hogy vágjon, de mégis megtette, mert hűséges volt szívében. Viszont Káin, ugyanúgy írhatta itt Levente is, Káin, ő nem sokat törődött a földi dolgokkal, úgy, ahogy a mai világban is láthatjuk a városban, a vírusban élő embereknek lassan fogalmuk sincs a természetről, világról. Igazából olyan tudásunk van, amit befecskendeznek az állatvilágról, növényvilágról, iskolából, ugye a szülőktől, amit kapunk. Tehát mi már készen csomagoltam az élelmiszert, és mindent megvásárolunk. A táim inkább a földi kincsekkel volt, a földi infrastruktúrával volt elfoglalva. Ezért is ő úgy gondol, hogy mivel, hogy esélyszülő, és rangidős, ugye sokkal több tapasztalata van, milyen hatalmas dolgokat már érhetett azzal, ami, azzal a résszel, ami ő rá volt bízva. Úgy tudom, hogy ő foglalkozott a kovácsmesterséggel, a földi kincseket, ahogy most is. Tehát ő azokhoz az eszközökhöz, földi kincsekhez jutott hozzá, amivel az infrastruktúrát lehet építeni, úgy, ahogy a mai világban is. És ő nem Ábert, mert ő folyamatosan azt szerette volna, hogy Ábert érjenek hozzá. Úgyhogy amikor áldozatot kellett bemutatniuk, akkor meg volt győződve Káin, hogy ő dicséretet fog kapni. Most is akár nagyon sok vezető, struktúrával foglalkozó ember, legyen az bármilyen kategóriában, akár vallásban is, meg van győződve, hogy ő jót cselekszik, hiszen az embereknek házat épít, az embereknek ételt ad, ugye ezek a fejünk szerinti jó cselekedetek. És nem így. Tehát látszólag Káin jó cselekedet, de Isten szemében viszont rosszat. És hát én úgy kaphattam meg, hogy Ábel volt az előképe a Krisztusnak, de hát Krisztusnak előtt csak korítani. Kapták szépet. És a Káin vonalába, vérvonalába nem olyan lelkületi ember beletartozik, és itt elsősorban magamról beszélek, aki megkívánta a földi gazdagságot, a földi jólétet, kényelmet, aki itt szeretne rendezkedni, aki a földi világnak él, mint az a Káin vérvonalába. Tartozik. És az a durva, hogy az én nevem, ugye keresztnevem az Kinga, és szoktak ilyen szójátékokkal, úgyis szokták a neveket megalkotni, főleg az ilyen hírességek, hogy a végét rakják előre, darabolják a nevet, és akkor kijön belőle egy név. Na most, hogyha megnézzük a Kinga betűt, abból kijön jó nyugodtan a Káin is. Tehát a lelkület, amikor én ezzel szembesülhettem, abszolút rám illett, hiszen én sem akartam semmi más, mint általán idealizált az általán földi jólétet. Még hogyha nem is olyan nagy mértékben, mint ahogyan egyesek azt tudják művelni, de a bűn az bűn, tehát én is ugyanazt akartam. Nincs olyan, hogy kicsi bűn vagy nagy bűn. Mert én is ugyanarra vágytam, és mindaddig, amíg esküvési elméletekben voltam, meg voltam győződve, hogy az igazságot tanulom, hogy az igazságot tudom, azt ismerem, és ezáltal még inkább felfovalkodottá váltam, és még inkább Káin lelkületűvé lettem. Na, úgymond. Tehát bennem is megvoltak ezek a szellemiségek, főleg az ezotériakatán. Minél inkább Káin képmása lehettem, annál inkább ugye bálványoztam a földjére, és annál inkább érzelgős voltam, és mindenkit szerettem, és mindenkit elfogadtam, és mindenkinek segítem a saját képzelésem szerint. És persze azzal a meggyőződéssel, hogy ismerem az igazságot.
Viszont amikor szembesültem a prés alatt a lelkülettel, ami ugye Káinban is megvolt az gyilkos lelkülettel, hogy én is, hogy mondjam, gyűlöletet kezdtem érezni olyan emberek iránt, akit a kispécéz magának a alternatív média, vagy az igazságkeresők, ugye, tehát én is ugyanazzal a gyűlölettel, ugyanazzal a lázadó lelkülettel viszonyultam hozzájuk, csak leplezetten, de találkoztam magamba ezekkel az érzésekkel, mert Isten megmutat. Hogyha érti valaki a Káin és Ábel történetét, az jó, mert azáltal már tudja, hogy mi, hogy bukott el és hol bukott el, viszont szabadulni nem lehet, csak Jézus Krisztus áldozata által. Mert ő volt az a bárány, akit meg kellett öljenek a bűn miatt, Ábel és Káin, az elbukott emberek, az ő vére folyt el. Mert valahányszor én kint keresem a bűnöst, annyiszor gyilkolok, és annyiszor folyik az ártatlan vér, és ezért adta Isten a tökéletes ártatlant, hogy az ő vérével fizessen a mi bűneinkért, hogy ne kelljen a mi vérünk elfolyjon, hogy aki megérti, hogy miatta folyt el a Krisztus vére, az kapjon esélyt a szabadulásra, a megmenekülésre.